Munkatársak, önkéntesek, hallgatók közösen adtak hálát a Szent István Rádió 17. valamint a Szent István Televízió 6. éves fennállásáért az Egri Bazilikában. Az ünnepi szentmise kezdetén Szarvas István elnök mondott rövid köszöntőt. Rádiós és televíziós szolgálatunkkal azt az egyházat szolgáljuk, amelynek az egyik fő jellemzője az apostoliság, a pápához való hűség. Korunkban nagyon fontos ezt hangsúlyozni, hogy ez a szolgálat, amelyet végzünk, nem önös érdekeknek, nem anyagi háttérnek, nem lobby érdekeknek van kiszolgáltatva, nem bizonyos körök véleményét képviseljük a média világában, hanem hűségesen törekszünk arra, hogy az egyház tanítása alapján a ma embere számára is eligazító gondolatokat, segítséget, információt tudjunk adni. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba érsek beszédében rámutatott, a történelem során sokak számára feltették már azt a kérdést, kicsoda Jézus? Sokféle vélemény is született, de az egyetlen hiteles választ Péter apostol adta meg. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. A rádióhallgatók, a rádiónak a munkatársai ezt próbálják tovább zengeni, ezt a választ, hogy számunkra Krisztus, Isten egyszeri, megismételhetetlen és végleges hangja. Ő az Atya küldötte. Ő az, akit azért küldött, hogy minden embernek üdvösséget hirdessen, és minden embernek elhozza az üdvösséget. Ha meg tudjuk vallani, hogy Jézus a mi személyes megváltónk, akkor olyan sziklára építjük életünket, amelyen a pokol kapui sem vesznek erőt, mondta beszéde végén Ternyák érsek. Az ünnepi est a szentmisét követően szeretett vendégséggel folytatódott.